Egy új korszak indult, röviden, talán némi büszkeséggel, hogy Balaton Boglár fölkerült a világ kézilabda térképére, ahol a Nemzeti Akadémia az első világakadémia, amely egy egyetemmel a kézilabda szakember képzésében meghatározó szerepet játszik a világon. Az IHF-el, a Világszövetséggel kötött kapcsolatrendszerbe, az egyetem képzési akadémiai rendszere, a Nemzeti Akadémiának az utánpótlás korosztályban kifejtett nemzetközi szintű eredményessége, valamint az IHF-nek az a szándéka, hogy a kézilabdázást a világon még magasabb szinten üzzék a fiatalok, illetve a hozzá való különböző szintű edzőképzések, sőt a kiképzők kiképzőinek képzése is a Nemzeti Akadémia gyakorló szinterein és a TFM fog, illetve a Testnevelés Egyetemen fog folyni. Európában a kézilabda tényleg nagyon erős, Magyarországon messze hatalmas tradíciója van, ellenben egy afrikai államokban, Ázsiában vagy ugye Amerikában kevésbé ismert. Az IHF ezzel a törekvés ezt kívánja megerősíteni, és olyan partnereket keres, ahol tényleg a kézilabda a mindennapokban élik, szeretik, és az a know-how-val rendelkeznek, amiben képesek képezni ezeknek a nemzeteknek az edzőit. Ezért kerültünk mi is többek között kiválasztásra. Alapvetően az egyetem nyilván, mint oktatási intézmény, legyen az ugye felsőoktatás, BSc, MSc képzésben ugye ez a fő profiluk, illetve a Nemzeti Kézilabda Akadémia, mint olyan helyszín, ahol a sportot tényleg aktívan, azt a módszertant, azt a tudományt alkalmazni lehet, és úgy gondolom, hogy itt ötvöződik újra ez a win-win helyzet, ami az egyetemre, ez nekünk is jó, illetve az IHF számára is. Immár 5 év után rendelkezünk avval az infrastruktúrával, avval az eszközparkkal, ami úgy gondolom, hogy minden megvalósíthatóvá tesz. Úgy állapodtunk meg az IHF-fel, hogy a következő egy évben konkrétan kidolgozzuk, hogy milyen gyakorisággal, milyen témakörökben dolgozunk együtt. Azt látjuk és tudjuk, hogy az edzőképzés egy nagyon-nagyon fontos szempont a világ összes tájékáról ide Balatonboglárra hozni, és ezt itt megtartani. Ezáltal természetesen, mert edzőkről beszélünk, akiknek saját csapataik vannak, akik edzőtáboroztatnak, ez biztos, hogy olyan hírérték, ami ezt az infrastruktúrát tovább kihasználtábbá teszi, és ismertebbé teszi világszerte.